400 éves a Dunántúli Református Egyházkerület. Ez évben immáron 5. alkalommal rendezik meg a keresztjén találkozót, ezúttal Székesfehérváron. A jubileumi év igéje, ti vagytok a föld sója. Amikor 2 éve az egyházkerület eldöntötte, hogy itt Székesfehérváron szervezzük a református egyházi napokat, és a vezérige, a ti vagytok a föld sója hegyi beszédből Jézus mondata tanítása, akkor a legfőbb gondolat az volt, hogy még közelebb kerülni az emberekhez. A fesztivál egyik kiemelt programja Pitti Katalin önálló zenei estje volt a Budai úti református templomban. A programom javát mind e köré fűztem, hogy micsoda áldás van bennünk, Isten mennyi kincset hagyott nekünk, és hogy a legsötétebb útból is mindig van kiút és fénysugára, mert ő minket hív. Imre Bálint, a Székesfehérvári Egyházkerület esperese nyitó Isten tiszteletén úgy fogalmazott: hívőket és nem hívőket is várnak a 3 napos rendezvényre, amelyet a résztvevők tölthetnek meg evangéliumi tartalommal.